Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirjen számára. Kedves Mirjen, üdvözöllek téged, ez a te videód, és most megtekintjük, melyik férfi az igazi. Ez a kép ott fent mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Ezen a kártyán láthatunk egy uralkodót, egy férfit. Az lehet, hogy valaki megpróbál uralkodni rajtad, vagy van egy férfi a közeledben, akire te felnézel, mint egy uralkodóra. A kártyáknak szimbolikus jelentése is van, ez mutathatja most a te tartásodat. Te uralkodsz a helyzeten. És most megtekintjük azt, hogy mi gyengít téged. Ezen a képen ott fent bal oldalon látható a négyes szám. Ez az, amire most szükséged van. A biztonság érzetére, nem csak ami az anyagiakat illeti, hanem ami az érzelmeket illeti. Ez is fontos számodra. De te tartod ezeket az érméket a kezedben. Természetesen ez utalhat az anyagiakra vagy a hivatásodra, de itt ennél a képnél, ahol a gyengeségről van szó, itt inkább úgy mondanám, hogy te megpróbálsz valamit megtartani erővel, de el kellene, hogy engedd. Én úgy gondolom, hogy nálad nem az anyagiakról vagy a munkahelyi viszonyokról van szó, hanem a párkapcsolatra utal. Te szeretnéd úgy erővel megtartani. Az lehet, hogy ez a férfi érzi ezt, és visszahúzódik. És most megtekintjük az, hogy mi erősít téged. Ez a lovas hintó ott fent jobb oldalon mutatja a te erődet. Te kezedbe tudod venni a dolgokat, irányítani az eseményeket, és ez a te előnyöd. Ez a lovas hintó utalhat változásokra, és te ezt tudod befolyásolni. Most megtekintjük azt a férfit, akit te régebbről ismersz, mégpedig először az ő jelenlegi helyzetét. Most a te nagy szerelmedről van szó, és ez a kép itt középen mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Nála most megújulások vannak. Alul láthatóak a félelmek, ő átteszi ezen magát, és lesz itt egy új kezdet, mert pontosan ez, amit ő tervez. Most megtekintjük azt, hogy mi gyengíti őt. Ha neki továbbra is félelmei vannak, akkor ő fogva érzi magát ebben a toronyban, ami ott bal oldalon látható. Ez gyengíti őt. Ez a torony utal változásokra, és ha ettől megijed, ezektől a változásoktól, akkor ő elveszíti az erejét. Most megtekintjük az, mit tud ő számodra nyújtani. Ez egy nagyon szép kártya, mutat egy szerelmes párt, és ez, amit ő nyújt számodra. Ez a férfi szeret téged. Ha mellette maradsz, akkor megtekintjük azt, hogy mi várható rád, mi várható rátok a jövőben. Itt, ezen a képen látjuk ezt a varázslót. Ez egy varázslatos vonzalom kettőtök között, ami megmarad. És ez utal egy szép jövőre, egy nagy szerelemre. Most megtekintjük a másik férfit, akit te később ismertél meg, mégpedig az ő jelenlegi helyzetét.
Nem könnyű a választás, mert ez a férfi is szerelmes beléd. Itt láthatóak a kelyhek, ami utal az ő érzelmeire, és a kettes szám azt jelenti, hogy te és ő, neki nincs más nő az életében. Most megtekintjük azt, hogy mi gyengíti őt. Ezen a képen az érmék láthatóak, az utal az ő anyagi helyzetére, a munkahelyére. Itt minden olyan bizonytalan, az gyengíti őt természetesen. De az érmék utalnak a belső értékekre is, ez is bizonytalanságot jelent, tegyem, ne tegyem, te nagyon értékes vagy számára, de ez a kép utal bizonytalanságokra, nem tudja, hogy mit hoz a jövő, hogy te mellette maradsz-e vagy sem, hogy ő értékes-e számodra, igen vagy nem. Mit tud ez a férfi nyújtani neked? Ezen a képen láthatjuk ezt a férfit, ő tekint egy új irányba. Ez lenne egy kezdet kettőtök között. A kettes szám is arra utal te és ő, tehát itt nincs egy másik nő a háttérben. Ezen a képen látható a tűz eleme, őt lelkesíti ez a kapcsolat, nem csak ez a lelkesedés érezhető itt a tűz eleménél, hanem a testi kapcsolat is, ez a vonzalom. De ő nem mer téged megérinteni, ezt láthatod a képen. Itt kettő bot van, az egyik őt szimbolizálja, amit fog is a kezében, a másik bot téged szimbolizál, és fél attól, hogy elveszít téged, vagy bizonytalan, mert esetleg elutasítod őt, tehát itt ezen a képen is érezhető ez a bizonytalanság, ugyanúgy, mint ennél a kettő érménél. Ha te őt választod, akkor hogy néz ki a jövő, ezt megtekintjük a következő képen. Ezen az alsó képen látható a hatos szám, ami a múltra utal. Ő elbúcsúzik jelenleg a múlttól, ezt ő lezárja, és keres egy új irányt, vagy keres egy kiutat. Ő tervez veled, és szeretne veled együtt maradni. Elhagyta a régi partot, és keres egy új kikötőt, ahol le tud horgonyozni veled együtt, egy stabil párkapcsolatot kialakítani. De nem látja, hogy hol ez a part, még minden olyan bizonytalan. És te érzed a közeljövőben is ezt a bizonytalanságot. Neki időre van szüksége, amíg látja a jövőt, amíg konkrét tervei vannak, illetve lesznek. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mit várhatsz a jövőben a szerelmi élet területén. Itt ezen a képen látható a sors kereke, és ez mindig abba az irányba mozog, ahova tekintesz. Melyik férfi fontos számodra. Ez a sors kereke jelenti a bizalmat is. Bíz abban, hogy a sorsod jóra fordul. Vagy ez a férfi, akit szeretsz, sorsdöntő döntéseket hoz, és ez által lesz nálad ez a sorsdöntő változás. Ez, amiben hihetsz, mert idén lesz ez a nagy változás a szerelmi élet területén. Kedves Mirjen, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Nagyon sok szeretettel, Dendera!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!